200 új munkahely 6-6,5 millió euróból bővíti nyíregyházi telephelyét az Eisman Automotive Hungária Kft. Ingyenes nyelvvizsga. 2018-tól ingyenesen szerezhetik meg első nyelvvizsgájukat a 35 évnél fiatalabbak. 131 milliós beruházás, sportcentrum épülhet Nyírtelken. A város az úgynevezett terület- és településfejlesztési operatív programban nyert forrást a beruházásra. Hat és fél millió euróból bővíti nyíregyházi telephelyét az Eisman Automotive Hungária Kft. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A beruházás eredményeként a jelenlegi 900-ról 1100-ra nő a cég által foglalkoztatottak száma a megyeszékhelyen. A munkálatok 2018 végén vagy 2019 elején kezdődhetnek el. 20 éves az Eisman Nyíregyházán. Ebből az alkalomból sajtónyilvános ünnepséget rendeztek a Német Tulajdonú Társaság központjában. A nyíregyházi telephelyet 1997-ben alapította a német tulajdonos, a társaság kezdetben bérgyártással készített az autóipar számára kezelőelemeket, automata és manuális váltógombokat, kézifék markolatokat, kézifék és váltómanzsettákat. 7 autógyártónak közvetlenül szállítja a termékeit. Az Eisman saját nyíregyházi gyára 2011-ben kezdte meg a termelést, jelenleg 900 embernek adnak munkát. A társaság ügyvezetője az eseményen arról beszélt, a vállalat az Eisman cégcsoporton belül a legkiforrottabb termelési rendszerrel és a legjobb eredménnyel rendelkezik, illetve cégen belül itt a legjobbak a munkakörülmények. Hozzátette, a nyíregyházi gyár hamarosan egy új gyártócsarnokkal bővül. Vásároltunk tavaly év folyamán egy telket, ami a jelenlegi telephelyünk kell hasonló nagyságú, egy kicsit még nagyobb is, tehát egy ugyanilyen csarnokot akár oda fel tudunk építeni, ami 16 ezer négyzetméter. Első körben persze nem ebbe a 16 ezerbe gondolkozunk, hanem mondjuk ennek az egyharmadában, vagy valami ilyesmi mértékben, és jövőre, vagy az azt követő évben el is kezdjük ezt a beruházást. A fejlesztés nagyjából 6-6,5 millió euróba kerül majd, ennek révén pedig 200-al több embernek fog majd munkát adni az Eisman. Az ünnepségen Kovács Ferenc polgármester kiemelte, a gyár 2 évtizedet tölt be fontos szerepet nyíregyházi életében. Hál' Istennek nem magában, több más cég mellett működik egy olyan cég, amely világszínvonalon termel. Elmúlt években folyamatosan fejleszt, fejlődik, új munkahelyeket hoz létre, és emellett a város közösség életében is aktívan részt vesz, az oktatástól a kulturális sport programok támogatásáig, ami azt gondolom, nyugodtan mondhatom, hogy a város és a nyíregyháziak elismerését vívja ki, és nagyon örülök, hogy itthon érzik magukat, az Eisman, ahogy az elhangzott, tehát ők a nyíregyházi nagy családnak, nagy közösségnek is aktív részei. Az Eisman csoportnak a világ 3 kontinensén 13 működő gyára van. A tavalyi évben a koncern 493 millió euró forgalmat bonyolított, az alkalmazottak száma pedig elérte az 5000 főt. 2018-tól ingyenesen szerezhetik meg első nyelvvizsgájukat a 35 évnél fiatalabbak. Az állam a mindenkori minimálbér negyedéig téríti meg a vizsgadíját, amennyiben az sikeres. A kormány a következő 3 évre közel 9 milliárd forintot különít el erre a célra. Az angol névelők használatát gyakorolják a diákok. Ők még mostanában kezdték a nyelvtanulást, a nyelvvizsgához vezető út elején járnak. De mire a végére érnek, ők már ingyen tehetik le nyelvvizsgájukat. A magyar közlönyben hétfőn megjelent kormányrendelet szerint ugyanis 2018. január 1-től ingyenessé válik az első nyelvvizsga megszerzése. Az állam az adott évre érvényes minimálbér 25%-ának megfelelő összeghatárig téríti meg a nyelvvizsga díját a 35 életévüket be nem töltött fiataloknak. Ez az első sikeresen teljesített komplex középfokú nyelvvizsgára, vagy az ezzel egyenértékű emelt szintű idegen nyelvű érettségi vizsgára, valamint a komplex felsőfokú nyelvvizsgára vonatkozik. Ha a vizsgázó a nyelvvizsgát nem egy időben, hanem részvizsgánként, de még a 35. életév betöltését megelőzően szerzi meg, akkor az időben második részvizsgadíját térítik meg. Addig viszont érdemes arra odafigyelni, hogy megfelelő módszerekkel, megfelelő módon felkészüljenek a nyelvvizsgára, mert amennyiben nem sikerül, akkor azt nem térítik vissza. Úgyhogy csak a sikeres nyelvvizsga az, ami jogosult erre a visszatérítésre.
Magyarország a nyelvtudás szempontjából sereghajtó az Európai Unióban. Egy felmérés szerint a 25 és 64 év közötti magyarok harmada beszél idegen nyelvet. Az uniós átlag ennek majdnem a kétszerese. Az ingyenes nyelvvizsga talán ezen segíthet, hiszen motivációt adhat a fiataloknak a tanuláshoz, de a hatékony felkészülés és a sikeres nyelvvizsga minden esetben a diáktól függ. Nyilván a szándék mögötte az volt, hogy a programnak a szándéka az volt, hogy a motivációt megadja még jobban a diákok számára. A hatékonyságát tekintve meglátjuk majd, mert volt már az országban azért egy diplomamentő program, és nem volt 100%-os a sikere, ezt tudjuk jól. Bízunk abban azonban, hogy ez az ingyenesség, ez sok új diákot elindít afelé, hogy tényleg beiratkozzon, és időben, és módszeresen elkezdje, és felkészüljön erre a nyelvvizsgára. A nyelvvizsga megszerzése a fiataloknak azért is különösen fontos, mert 2020-tól középfokú nyelvvizsga vagy nyelvi érettségi nélkül nem lehet bekerülni a felsőoktatásba. A kormány a következő 3 évben évi mintegy 3 milliárd forintot különít el a fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának ingyenessé tételére. Sportcentrum épülhet Nyírtelken. A város az úgynevezett terület- és településfejlesztési operatív programban nyert forrást a beruházásra. Az első körös uniós pályázati rendszerben ezen kívül nyert az önkormányzat a város egyik házi orvosi rendelőjének teljes körű felújítására, valamint bővíti a kastélykert óvoda és bölcsöde épületét is. Nyírtelek önkormányzata sportcentrum építésre pályázott a terület- és településfejlesztési operatív programban, 131 millió forintot nyertek erre a célra. A jelenlegi épület elavult, helyette egy modernebb fogadja majd a helyi sportegyesületeket, klubokat, de a helyi szabadidősport is használja majd az új sportcentrumot. Milyen legyen az új komplexum? Kétféle látványterv is elkészült, véleményezhetik a városlakók, melyik arculat tetszik jobban. A két terv azonos költségvetés és műszaki paraméterekkel rendelkezik. Ez a barnamezős beruházás, ez egy sportöltözőként fog elsősorban funkcionálni, de közösségi tér, iroda is elhelyezkedik benne. Terveztünk még oda a kondiparkot, tehát valóban egy sportcentrumot szeretnénk kialakítani, nem csak a labdarúgás szerelmeseit, hanem a futókat, sportolni vágyókat várjuk szeretettel, hogy sokkal egészségesebben tudjanak élni. Tehát majd minden pályázatunk abba az irányba ment el, hogy a biztonságot és az egészségességre való hajlamot megteremtsük és szándékot megteremtsük az emberekben. Közel 60 millió forintot fordítanak a város egyik háziorvosi körzeti rendelőjére. Kicserélik a tetőt, a nyílászárókat, a homlokzatot felújítják, és eszközöket is vásárolhatnak ebből az összegből. Egy rendkívül gyors és hasznos és nagy számban végzendő szűrővizsgálat a bokakarindex mérésére használható gépezet, szerkezetről lenne szó, amely nagyon egyszerű módon működik, és nagy tömegben képes szűrni az esetleges érelmeszesedést, az érszűkületet. Első közelítésben úgy gondoltuk, hogy a veszélyeztetett populációra, közösségre fókuszálunk, a cukorbetegekre, magas vérnyomásosokra, koszorúérbetegekre, agyérbetegekre, de természetesen ezt ki lehet terjeszteni. Ez pedig a nyírteleki kastélykert óvoda és bölcsöde épülete. Az intézményt 270 millió forintból bővítheti az önkormányzat. Összesen 440 négyzetméterrel lesz nagyobb az intézmény. Ezt a betonlábazatú és acélelemes kerítést elbontják, ezen a területen bővítik az intézmény belső tereit. A felújítás során az óvoda játszó udvarán új gyerekjátékokat helyeznek el. Az első körben nyertes pályázatainak befejezését az önkormányzat a következő évre tervezi. Mentőhelikopter szállított a kórházba annak a balesetnek a sérültjét, amelyik csütörtök este történt Balkány és Biri között. Egy Balkány irányából érkező autó Görénypusztánál egy útszéli fának ütközött, majd visszacsapódott az úttestre. A gépkocsi vezetője súlyosan megsérült, őt a mentők a nyíregyházi kórházba szállították. Az anyagi kár is jelentős. A helyszínelés és a mentés miatt 3 órán keresztül volt útzár az érintett szakaszon. Az orángutánok világnapján a faj kritikus helyzetére kívánták felhívni a figyelmet a Nyíregyházi Állatparkban. A részletekről hamarosan szólunk, előtte viszont nézzük a híradó további témáit.
Elkezdte a felkészülést a Sunshine Nyikse. Az MB2-ben szereplő nyíregyházi kosárlabda csapat edzéseit továbbra is Kovács Tibor irányítja, a pályán pedig ott lesz a profi pályafutását befejező Brane Savic is. A bajnokság október elején kezdődik. A Nyíregyháza Tigers két játékosa, Tóth Gábor és Panykó Patrik, valamint három edző, Szépe József, Bora Tamás és Pápa Szabolcs az amerikai futball bölcsőjének számító Cantonban vett részt egy 4 napos edzőtáborban. Az Egyesült Államokban elméleti és gyakorlati képzést is kaptak a Tigrisek képviselői. Alig fél évszázad alatt közel 500 000-ról 100 000 alá csökkent a borneói orángutánok száma. A Nyíregyházi Állatparkban az Orángutánok Világnapja alkalmából a faj kritikus helyzetére kívánták felhívni a figyelmet. Ugyanakkor az ünneplés is helyet kapott a napon, hiszen a nyíregyházi orángután csapat legidősebb tagja 44. születésnapját ünnepelte. Jégtorta is meglepetés csomagok finomságokkal. Igazi szülinapi zsúrral készültek a Nyíregyházi Állatpark gondozói. Saritát, a borneói orángutánt köszöntötték így 44. születésnapja alkalmából. A faj tagjai Magyarországon csak Nyíregyházán láthatók, az itt élő 8 egyed legöregebb tagja a nőstény Sarita. Az ajándékokat azonban nem csak az idős hölgy bontogatta, nevelt lánya is izgalommal vetette magát a csomagok felfedezésébe. Sarita Majával él együtt, azt kell tudni erről az orángután nőstényről, hogy egy nagyon jó indulatú dadus ő, aki mindig az elárvult orángutánokat nevelte fel, megtanította őket a megfelelő főemlős életre, létre, hogyan is kell viselkedni, mozgolódni. Nem csak Sarita kapott ajándékokat, hanem az orángután csapat többi tagja is, hiszen augusztus 19-én tartják az Orángutánok Világnapját is, amivel a faj kritikus helyzetére kívánják felhívni a figyelmet. Az orángután az egyik leginkább veszélyeztetett állatfaj. Míg az 1970-es években közel 500 000 egyed élt még a Föld harmadik legnagyobb szigetén Borneón, napjainkban a számuk 100 000 alá csökkent. Az állomány drasztikus csökkenése miatt a Természetvédelmi Világszövetség kritikusan veszélyeztetett fajján nyilvánította őket. Az orángutánokat a vadászat és az illegális állatkereskedelem mellett főleg élőhelyének pusztulása fenyegeti. Az orvvadászok megrendelésre szállítják a vadon fogott orángután kölyköket, amelyek anyját rendszerint megölik. A Nyíregyházi Állatpark 2000-ben csatlakozott az Európai Fajmegőrzési Programhoz, hiszen kritikusan lecsökkent a populációja az orángutánoknak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy zárt tartási körülmények között szaporítsuk ezt a csodálatos főemlőst. 4 évvel ezelőtt világra is jött az első magyarországi orángután bébi, Ruti, aki a másik kifutóban található, és reméljük, hogy hamarosabb, majd újabb állatok is követik őt. Az utódok érkezése pedig különösen is fontos lenne ennél a veszélyeztetett fajnál. Az állatkertek világszerte küzdenek az orángutánok megmentéséért, főleg azzal, hogy ne kelljen a vadonból befogni állatokat, hanem az állatkerti populáció önfenntartó legyen. Ez nem könnyű feladat, mert bár a nőstények 7-10 éves korukban már ivarérettek, első kölyküket rendszerint csak 15 éves korukban hozzák világra. Mivel a következőt általában 8 év múlva, így életük során általában csupán 2-3 utódnak adnak életet. A borneói orángutánok vadon körülbelül 45 évig, állatkertben akár 60 évig is élhetnek. Elkezdte a felkészülést a Sunshine Nyikse. Az MB2-ben szereplő nyíregyházi kosárlabda csapat edzéseit továbbra is Kovács Tibor irányítja. A pályán pedig ott lesz a profi pályafutását befejező Brane Savic is. A bajnokság október elején kezdődik. A hét elején a Bánki tornacsarnokában elkezdte a felkészülést a Sunshine Nyikse. Az NB2 keleti csoportjában legutóbb 3. helyen végző együttes szakmai munkáját továbbra is Kovács Tibor irányítja. A 3. harmadosztályi szezonjára készülő együttes játékos kerete még alakulóban van, az biztos, hogy Tisza Bálint tanulmányokok miatt ősztől már nem lesz ott a csapatban. Több fiatal kosaras érkezhet, mellettük pedig a rutint a korábbi nyíregyházi kedvenc Brane Savic képviseli majd a pályán. Aki követi a kosárlabdát és szereti a kosárlabdát, talán örömmel fogadja azt a hírt, hogy Brane Savic ismét munkába állt, azt a részét, ami az ő karrierében, de ezt majd ő is el fogja mondani természetesen, a profi pályafutás jelentette, azt ő lezárta. Kosárlabdától nem szeretne elszakadni, igazából nagyon örülünk, hogy itt a nyár folyamán úgy alakult, hogy a családja itt van Nyíregyházán, itt tanulnak a gyerekei,
és a mi nagy örömünkre játékosként, és elsősorban azt a nagyon sok tapasztalatot, amit ő játékosként megszerzett, azt a csapat érdekében tudja fordítani. Úgy, mint játékos, de én azt gondolom, mint legfontosabb, és talán egy indító karrier is a szakmai vonalban, mert ez mindenkinek a hasznára válhat, és nagyon nagy örömmel fogadjuk őt, és nagyon jó munkát kívánunk itt neki. Bízunk benne, és nem csak bízunk, biztos vagyok benne, hogy ez nagyon nagy segítség lesz az együttesünknek. A nyíregyházi csapat mellett Debrecenben és Jászberényben is szereplő, valamint Franciaországban is légióskodó irányító számára picit furcsa lesz, hogy a profik után amatőrök között szerepel majd. Ezt kell nekem kicsit gondolni otthon, hogy, mert ez a csapatsport, és ez a lényeg, hogy csapat jó lesz, és nekem kell kicsit gondolni otthon, hogy nekem lesz kicsit másik szín, ami volt. Nehez lesz, mert én mindig csináltam 100% minden nagyon erős, és most már kell picit gyengebb edzést csinálni. Remélem valami tanultam ez a 30 év, mikor kosaras voltam, és hát nekem nem ez az első opció, hogy edzol leszek, ez csak plusz. Amit mondtam, nekem most ez a biznisz, amit indul, ez nekem lényeg. Ez csak plusz van, és szerintem tudom mutatni és tanulni sok, nem tudom, én voltam irányító, és szeretem ez, amit én játszottam, tudom legjobb mutatni. Nem tudom, vezetéslabda, ritmus, ez. A nyíregyházi csapat több felkészülési meccset is tervez a bajnoki rajtig. Az NB2-ben október elején rajtul a 2017-2018-as szezon. A Nyíregyháza Tigers két játékosa, Tóth Gábor és Panykó Patrik, valamint három edző, Szépe József, Bora Tamás és Pápa Szabolcs, az amerikai futball bölcsőinek számító Cantonban vett részt egy 4 napos edzőtáborban. Az Egyesült Államokban elméleti és gyakorlati képzést is kaptak a Tigrisek képviselői. Nem mindennapi élményekkel gazdagodott a tengeren túlon a Nyíregyháza Tigers 3 edzője és 2 játékosa. A küldöttség közel 2 hetet töltött az Egyesült Államokban, és ez alatt az idő alatt 7 államban is megfordultak a sportemberek. A csúcsot az a 4 nap jelentette, amely alatt a sportág bölcsőjének számító Cantonban gyakorlati és elméleti képzést kaptak a magyarok több más nemzet képviselőinek társaságában. Csodálatos 12 napon vagyunk túl. 2 játékosunk, Tóth Gábor és Panykó Patrik kapott egy lehetőséget egy 4 napos edzőtáborra, úgyhogy az edzőstáb ezt is kihasználta, és a támogatóknak hála, ezt meg tudtuk oldani támogatói forrásból ezt a túrát, így részesei lehettünk a futball ős hazájában, Cantonban tartandó tábornak. A 4 nap során a 2 srácot nagyon sok szempontból fizikálisan is, meg a szellemi képességüket is a futballhoz felmérték, és azt kell mondjam, hogy nagyon jól helyt álltak a közel 40 fős mezőnyben, és nagyon bíztató híreket kaptunk így visszaigazolásként, úgyhogy valószínűleg jövőre is mehetünk. Szerte a világból próbáltak minél több tehetséget felkutatni a szervezők. Venezuelán át, Kenyán keresztül, Franciaország, nagyon sok brit játékos volt, olaszok, spanyolok, tehát azért voltak szép számmal. Magyarországról mi voltunk, és én azt gondolom, hogy nagyon eredményes volt az időeredményeket és mindenféle teszteredményt összevetve a mezőnyel, főleg Tóth Gábor, ő nagyon elő végzett minden felmérőben. A világ legnézettebb bajnokságának számító, több mint 67 ezeres meccsenkénti nézőszámmal büszkélkedő NFL nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a világ minden pontján népszerűsítse a sportágat. Nagyon profi volt mindenki, tehát abszolút a szakma krémje volt ott. Ugyanakkor ez egy nagyon családias hozzáállást tapasztaltunk, mindenbe bevontak minket is, és nem csak a játékosoknak, hanem a szakmai stábnak is volt egy elég komoly elméleti oktatás. Illetve minden egyes olyan meetingen, minden egyes olyan megbeszélésükön ott lehettünk mi is, ami a táborra vonatkozott és a táborra kapcsolatos. Illetve volt egy nagyon fontos úriember az egész 4 napban velünk, illetve körülöttünk is. Ő a úgynevezett scout, a játékos megfigyelő, aki tudatosan kapcsolatépítés céljából mindenki az odament és 2-3 kedves szót szólt, amellett, hogy azért árgus szemekkel figyelte a tehetségeket.
Szépe József elmondta, hogy az Egyesült Államokban tanultakat igyekeznek majd hasznosítani a szeptember 2-án rajtuló junior bajnokságban, valamint a következő szezonban, amelyben a legmagasabb osztálynak számító Hungarian Football League-ben indul majd a Nyíregyháza Tigers. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 6-6,5 millió euróból bővíti nyíregyházi telephelyét az Eisman Automotive Hungária Kft. A beruházás eredményeként a jelenlegi 900-ról 1100-ra nő a cég által foglalkoztatottak száma a megyeszékhelyen. A munkálatok 2018 végén vagy 2019 elején kezdődhetnek el. 2018-tól ingyenesen szerezhetik meg első nyelvvizsgájukat a 35 évnél fiatalabbak. Az állam a mindenkori minimálbér negyedéig téríti meg a vizsgadíját, amennyiben az sikeres. A kormány a következő 3 évre közel 9 milliárd forintot különít el erre a célra. Sportcentrum épülhet Nyírtelken. A város az úgynevezett terület- és településfejlesztési operatív programban nyert forrást a beruházásra. Az elsőkörös uniós pályázati rendszerben ezen kívül nyert az önkormányzat a város egyik háziorvosi rendelőjének teljes körű felújítására, valamint bővíti a kastélykert óvoda és bölcsöde épületét is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 18-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, a Kárpát-medencét szombaton északnyugat felől egy markáns hidegfront éri el, hatására délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakul ki hazánk északnyugati és délkeleti területei között. Az éjjel estig kevés fátyol és gomoly felhő várható, majd derült vagy gyengén fátyol felhős lesz az ég. Egy-egy futó zápor kis eséllyel előfordulhat. A déli szél estig helyenként megélénkül, majd mérsékelt változó irányú szél lesz jellemző. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben néhol felhősödés várható. Futó záporokra számítani lehet. Mérsékelt marad a légmozgás. Fronthatás nincs térségünkben. Vasárnap a front lassan helyeződik kelet felé, a keleti ország részben emiatt még felhős, csapadékos idő valószínű, a Dunántúlon azonban már felszakadozik a felhőzet. Az ország nagy részén jelentősen visszaesik a nappali felmelegedés mértéke, hétfőtől egyre kevesebb helyen várható csapadék, és egyre több lesz a napsütés. Fokozatosan melegszik az idő, a hét második felében délutánonként már a legtöbb helyen 25 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.